ez a gyomor, ez a gyomor, a sertésnek, amúgy a malasznak a gyomra, ez meg, mert ugye más az állaga, ez meg a malasztartó, amiből a kicsinyék vannak. Ilyen különleges alapanyagokból készített pörköltet is kóstolhattak azok, akik kilátogattak a 10. alkalommal megrendezett Bátai Tambura Fesztiválra. A sárközi településre Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyékből is érkeztek vendégek, és többen különösnek hangzó hagyományos cigány ételt készítettek. Ez libafejes paradicsomos káposztával lesz megfőzve, de vannak benne libalábak, meg liba kacsa szárny is, tehát finomabb lesz. Azért már ugye a kacsa hús, az kacsaláb, nem a kacsaláb, a libának az a comb része, az egy kicsit zsírosabb, és az kell bele. Az ételek mellett a tambura zenekaroknak is nagy szerep jutott Bátán. Idén már 10 éve, hogy először szerveztek itt találkozót olyan együtteseknek, amelyek a nem mindennapi hangszert is megszólaltatják fellépéseik alkalmával. A koncepció nekünk annak idején az volt, hogy a lelhunyt zenészek, illetve cigányzenészek emlékére tartottunk itt egy megemlékezést. Nem gondoltam volna annak idején, hogy ebből ekkora buli lesz, de bízok benne, hogy tovább fogjuk vinni. Valaki viszi majd tovább rajtam kívül ezt a rendezvényt, még mert ez a 10. És azt mondják állítólag, hogy a csúcson kell abba hagyni. Míg a szabad ég alatt az ételek készültek, addig néhány méterrel arrébb egymást váltották a fellépő zenekarok. Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke azt mondja, az ilyen rendezvények azt bizonyítják, mennyire sokszínű az országnak ezen részén az egymás mellett élő népcsoportok kultúrája. Ettől gazdag Tolna megye, hogy ilyen sokféle és ennyi gazdagság van, romáknál, németeknél, székelyeknél, bukovinai székelyeknél, és hát még sorolhatnánk, hogy mennyi árnyalata van a megyének, és a különböző csoportokat néha jó összehozni is, és az is jó, hogy építjük a kapcsolatot a különböző nemzetiségek között és a különböző kulturális csoportok között. A Bátai Tambura Fesztivál éjszakába nyúló bállal zárult.